Ebbe a nyíregyházi műhelybe naponta mintegy 40 autó érkezik. A szerelőgépen az abroncsot fejtik le a felniről, a kerékkiegyensúlyozó gépen pedig a gumi és a felni közötti egyenetlenséget korrigálják, biztosítva ezzel az autó sima futását. A speciális eszközöknek és a szaktudásnak köszönhető, hogy az autók biztonságosan közlekednek az utakon. A szakemberek a gumik állapotát is felmérik. Az átszerelés alkalmával minden egyes ügyfelünknek tájékoztatást adunk az abroncsnak az állapotáról, úgyhogy itt eldöntheti már abban a pillanatban is, hogy a következő szezonra megvásárolja az új abroncsát, vagy megvárja a szezon kezdését, és akkor cserélje az abroncsát. Ugye ez mindenkinek egyéni döntése, de egy nagyon fontos tényező egyébként az abroncsnak az állapot. Ugye ne felejtjük el, hogy az abroncs érintkezik az útfelülettel, ugye egy tenélni felületen érintkezik az útfelülettel, ez adja gyakorlatilag a mi biztonságunkat és az abroncsnak a stabilitását, vagy az autónak a stabilitását, ezért nagyon fontos, hogy az abroncsaink megfelelő állapotban legyenek és minőségi abroncsokat használjunk. Az áprilisi havazás sokakat elbizonytalanított a gumicserét illetően. A papírforma szerint a napi 7 fok feletti középhőmérséklettől kezdve már a nyári abroncsok nyújtanak biztosabb tapadást. Van, aki nem vesz tudomást az évszakonkénti csere fontosságáról, pedig nem kevés kockázattal jár, ha nem az időjárásnak megfelelő abroncsot használjuk. A nyári és téli gumik között ugyanis nem csak anyagukban, mintázatukban is jelentős a különbség. Jól látható, hogy míg a téliek futófelületén sokkal több a bemetszés, sűrűbben barázdáltak, addig a nyári abroncsok felülete kevésbé tagolt, hosszanti és oldalirányú csatornák futnak rajta. Vannak ugyan olyan gumik, amelyek évszaktól függetlenül jól teljesítenek, ezek használatát azonban a szakemberek nem minden autósnak javasolják. A négy évszakos abroncsoknak a jelenléte az most népszerű és egy fontos kérdés szokott lenni. Alapvetően egy kompromisszus megoldásként megoldás lehet az ügyfél számára, abban az esetben, ha az átlagos felhasználása éves szinten 10.000 kilométernél nem több az autónak, és hajlandó szélsőséges időjárási körülmények között nélkülözni az autót. Egy új abroncs élettartamát nem a gyártástól, hanem a felszereléstől kell számítani. Szakemberek szerint a gumik használata 4 évig biztonságos. Aki idén tervezi az új abroncsok vásárlását, annak most mélyebben kell a zsebébe nyúlnia. Sajnos az infláció itt ezt a szegmens is érintette. Az abroncsok ára jelentősen növekedett, egy ilyen 25-30%-os áremelés mondható el a nyári abroncsokat, illetően a 2022-es évhez képest. Ez azt jelenti, hogy most egy középkategóriás abroncs egy 250/16-os méretben körülbelül egy olyan 25-30 000 forint bruttó árfekvéssel bír. A leszerelt abroncsok tárolására is fontos figyelni. Legjobban az UV-sugárzás károsítja a gumikat, de fontos, hogy a szélsőségesebb időjárási viszonyoktól is védett helyen várják az abroncsok a következő szezont.